Egy éven át ünnepelte fennállása 75. évfordulóját a karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, méghozzá küldetésének megfelelően hangverseny sorozattal. Tartottak zenei világnapi hangversenyt, Erkel évfordulós hangversenyt, karácsonyi növendék és tanári hangversenyt. A sorozat zárásaként pedig az iskola korábbi növendékei zenéltek a Dériné Kulturális Központban. Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi hangverseny sorozatának utolsó állomásán vagyunk itt a Dériné Kulturális Központban, hiszen az iskola 75. éves fennállását ünnepli. Ugye ez egy hangverseny sorozat volt, amely a tavalyi évben kezdődött. Az ünneplésnek szántunk a tavalyi évben egy zenei világnapi hangversenyt, aztán egy erkeli fordulós hangversenyt, egy karácsonyi hangversenyt, egy növendék hangversenyt, volt egy tanári hangverseny, és most 2023. november 10-én volt növendékek hangversenyére kerül sor. A programban ugye volt növendékek lépnek föl, a klasszikus zenei irodalom sok-sok szép művét adják elő. Kamaracsoportok is fellépnek a produkcióban, a volt növendékek egy vonós zenekarra verbuválódtak és mutatkoznak be, a részhúvós együttes is bemutatkozik, illetve megemlékezünk Mészáros Ferenc karnagyról, és ebből az alkalomból a régi volt városi vegyeskar is összeállt, és az ő produkcióikat is meghallgathatjuk a hangverseny folyamán. A jubileumi ünnepség sorozat záró hangversenyén a klasszikus zene irodalom ismert és népszerű alkotásai szólaltak meg. Összeállt egy alkalmi vonós zenekar a korábbi növendégekből, de részfúvós együttes is köszöntötte a 75 éves iskolát. Mészáros Ferenc karnagy emlékére pedig egy hangverseny erejéig újra fellépett a korábbi városi vegyeskar. Tavaly a zenei világnapi hangversenyünkkel indítottuk azt a sorozatot, amely arra volt hivatott, hogy felidézze újra és újra az eltelt 75 évet. Ezt követte Erkel emlékhangversenyünk, majd a karácsonyi hangversenyünk, egy növendék hangverseny, egy tanári hangverseny, és most záróakkordként a volt növendékeink hangversenyével zárul az egyéves programsorozat. Az iskoláztatás, a zenei nevelés, a művészetoktatás a történelem viharaiban csiszolódott, formálódott, a társadalmi, politikai változások hatására újabb és újabb elvárásoknak kellett megfelelnie. Más-más nehézségekkel kellett szembenéznie. A mai iskolái is óriási változásokat élnek meg. Ami viszont soha nem változik, a két állandó főszereplő, a pedagógus és a növendék. És nem változik a cél sem, hogy a társadalom számára hasznos, pozitív gondolkodással bíró, lelkileg kiegyensúlyozott, intelligenciájában kulturált embereket neveljünk, a zenei művészeti nevelés által is, akik a tanulmányai befejezése után képesek lesznek önállóan eligazodni a társadalom állandó változásaiban, és megtalálják maguk számára azt a helyet, azt a hivatást, amiben kiteljesedhetnek, és megtalálhatják a mindennapi boldogságot és boldogulást.